Köszöntöm Önöket! Vasárnap a lovasnapok keretein belül megtörtént a legszebb konyhakertek verseny. Helyi eredmény hirdetése vendégünk Kovács Szilvia, alpolgármester asszony, a program a verseny ötletgazdája, akit szeretettel köszöntök stúdiónkban, és örülök, hogy elfogadta meghívásunkat, tudott ránk egy kis időt szakítani. Én is köszöntöm a kedves televíziónézőket, és köszönöm szépen a meghívást. Hogy van, ha jól tudom, elég aktív időszak áll Ön mögött? Így van, elég aktív időszak volt ez, hiszen be kellett zárni a karcagi versenyt, és ezzel egy időben, illetve korábban be kellett fejezni és le kellett zárni az országos Magyarország legszebb konyhakertje programot is. Beszéljen nekünk egy picit erről a hétvégi eredményhirdetésről, díjátadásról, aki nem tudott ott lenni, az hogyan képzelje el ezt az eredményhirdetést. Nagyon sokan voltak. Így van, a lovasnapoknak köszönhetően, és remélem, hogy ennek a programnak, a versenynek köszönhetően is elég sokan látogattak ki a sportpályára. Szerencsére a Jóisten kegyes volt hozzánk, hiszen kicsit hideg volt ugyan a szél, de azért jó időt tudhattunk magunkénak. Barátságos, nagyon családias volt a légkör a sok ember jelenléte ellenére. Az én kis kerteseim szépen egy csokorba össze voltak gyűlve, gyűjtve, székekre elhelyezve, hiszen elég sok idős volt közöttük. Tehát én úgy gondolom, hogy kicsit kényelmesebben és komfortosabban vehettek részt ezen az eredményhirdetésen, mint ahogyan tavaly. És én úgy gondolom, hogy nagyon szép és mindenkinek hasznos ajándékokat tudtunk kiosztani. Mindenkinek igyekeztünk ajándékot adni, ezzel elismerve a munkáját, törekvését, igyekvését, és ahogyan a visszajelzéseket hallottam, mindenki megelégedésére és örömére szolgált ez a szép esemény. Tudtak-e a versenyzők arról, hogy ki milyen díjazásban részesül? Elég sok meglepett arcot láttam, akik örültek annak, hogy nyertek vagy díjat kaptak. Igen, ez így van. 7 pecsétes titok alatt tartottunk minden eredményt, és úgy gondolom, hogy jól dolgozott a zsűri, hiszen nem szivárgott ki semmilyen hír. És most a tavalyi ajándékokkal szemben, amik tárgyak voltak, most inkább ajándékutalványra és kisebb emléktárgyakra gondoltunk, hiszen nehezen lehetett volna már azt koordinálni, hogy tavaly ki milyen eszközt kapott, és most milyen eszközt juttassunk számára. Ezért döntöttünk úgy, hogy mindenki inkább egy ajándékutalványt kap, amit tetszőlegesen a maga hasznára tudhat fordítani. Hallottam már olyat, hogy van, aki mondta, hogy hát én majd talicskát fogok venni ebből a... Tehát, hogy volt, aki konkrétan azt mondta, hogy ő egy talicskát szeretne nyerni, de megkapta az ajándékutalványát, és így meg tudja majd vásárolni magának. Most név nélkül, mert ugye nem kereskedelmi televízió vagyunk, de nagyon sok támogató volt, nagyon sokan álltak emellé a program mellé. Így van, és itt szeretném megköszönni karcag vállalkozóinak, most én sem szeretném felsorolni, hiszen ez úgyis meg fog jelenni, és külön köszönet illeti őket a sok felajánlásért. Ez már tavaly is így volt, és én nagyon büszkén mondtam az országos verseny szervezésekor minden településnek, hogy nyugodtan forduljanak a helyi vállalkozókhoz, hiszen Karcagon is olyan szívesen és olyan sokat ajánlottak föl a díjra, és ennek köszönhetően tavaly is, és most is nagyon szépen meg tudtuk őket ajándékozni. Tehát az ajándékutalvány mellett voltak tárgyasult dolgok is, ami úgy gondolom, hogy ha csak egy kis emlékformájában is, de megmarad mindenki számára. Alpolgármester asszony, összegezzünk egy picit erről a versenyről, hány induló volt, mit lehet tudnunk róla? Hát büszke vagyok Karcagra, hiszen több, mint a duplája. A tavalyi 22-höz képest most 50 nevezés történt. Én úgy gondolom, hogy ez szép arány, és hogyha minden évben ilyen mértékű lesz a javulás, akkor úgy gondolom, hogy szép eredményeknek nézünk elébe. Tehát én úgy gondolom, hogy elegen jelentkeztek erre a versenyre, bár még mindig voltak olyanok, akik azt mondták, hogy jövőre most már tényleg beneveznek, és sajnálják, hogy az idén ezt nem tették meg. Én bízom abban, hogy ez így is fog történni. Mely kategória volt a legnépszerűbb? Ugye volt a balkon kategória, a mini, normál, zárt kert zöldséges és zárt kert gyümölcsös. Érdekes, hogy most is a normál és a zárt kert zöldséges volt a legnépszerűbb kategória, bár a balkonon is jelentkeztek, már többen, mint tavaly, hiszen tavaly senki nem jelentkezett, most 5 jelentkezőnk volt, és azért a zárt kert zöld gyümölcsös is felfutóban van, bár ez nem annyira népszerű kategória, elég szűk körű is, akik ezt művelik, de úgy gondolom, hogy jövőre itt is több jelentkezőt fogunk majd megszámlálni. Mi volt az idei statisztika? Nők vagy férfiak voltak a bátrabbak, a merészebbek, kik jelentkeztek többen?
Ez nagyon érdekes dolog, mert a nevezést vagy a feleség, vagy pedig a férj nevén adták le, és hogy egy nevezés mögött egy férfi, egy nő, vagy egy házaspár, vagy akár egy család áll, ez nagyon sok esetben nem is derül ki. Ez érdekes volt számomra, mert ez pontosan akkor realizálódott, amikor az országos eredményhirdetésre került a sor, és ott ugye minden díjazott kapott egy elismerő oklevelet. Igen ám, de az oklevélre rá kellett írni, hogy azt kikapja. Uh-huh. És ekkor jött a nagy kérdés, hogy akkor most mit írjunk rá, például Kovács Mihály, vagy Kovács Mihály és felesége? Van-e Kovács Mihálynak egyáltalán felesége? És akkor egy hosszadalmas telefonlánc történt, és bizony-bizony kiderült, hogy a legtöbb férfi név mögött is ott van a nő, és a legtöbb nő jelentkező mögött is ott van a férfi, sőt, egy-egy férfi név mögött egy egész család áll. Tehát tulajdonképpen én azt mondhatom, hogy teljesen arányos a jelentkezések a férfiak, nők és a családok között, és ha nem is akarják megnevezni, hogy Nagy Mihály és családja például, akkor is a gyerekek is ott vannak e mögött a verseny és program mögött, ami úgy gondolom, hogy egy nagyon jó hír, hiszen pontosan ez volt az egyik célja ennek a versenynek, a kezdeményezésének. Igen, pont erre akartam rákérdezni, hogy ha már gyerekek, az idén nagyon sok gyermek is részt vett ebben a versenyben, ennek mi lehet az oka? Én úgy gondolom, hogy a gyerekek is kedvet kaptak, és ha eddig nem is mutatták meg magukat, tudtam, hogy a nagyszülők mellett és a szülők mellett ott vannak a gyerekek is, de most végre megmutatták magukat, és ennek köszönhetően, és az országosan is jellemző, mint ahogyan Karcagra is, az óvodák és az iskolák jelentkezése is elkezdődött. Én úgy gondolom, hogy egyre többen fognak nevezni. Az óvodákban nagyon sokan, az országot tekintve is nagyon sokan művelnek konyhakertet, nagyon sok pici óvodás dolgozik zöldségek között, és nagyon nagy örömmel teszik ezt. Muszáj megemlítenem Csorvást, ahol az óvodában katicagyűjtő mozgalmat szerveztek. Ez abból állt, hogy katicákat kellett gyűjteni, és az óvodásoknak katicabogarakat kellett bevinni az óvodába. Minden egyes katicáért kaptak egy sóska levelet, és ez volt az ő versenyük. És nyilván a katicákat betelepítették az óvoda zöldséges kertjébe, hogy a biológiai védekezésben segítsenek. Hát ez egy nagyszerű ötlet, nem is gondolná erre az ember. Mit gondol, hogy egy picit ehhez a sikerhez hozzájárul-e az, hogy ugye vetőmagokat osztogattak az iskolákban? Tehát, hogy a gyermekek kedvét ez így megnöveli, illetve ezeknek a kis helyi közösségeknek a kedvét? Így van, én azt hiszem, hogy ez mindenképpen megnöveli a kedvüket, illetve egy olyan indítatást ad nekik, ami arra kényszeríti őket, hogy ha már megkaptam, akkor vessem el, és ha már elvetettem, akkor biztos, hogy kíváncsi arra, hogy mikor kell ki, sőt, el is várja, hogy az másnap már kikeljen, és egy hét múlva már paradicsomot lehessen róla szedni. Aha. Tehát ez egy jó leckés a számára, hogy bizony-bizony milyen sokat kell dolgozni ahhoz, hogy egy friss paradicsomot, vagy egy paprikát, vagy akár egy retket is magaminak tudjak, és egyáltalán el tudjam fogyasztani. Tehát ez egy nagyon jó tanulság a gyerekeknek. Meg egy kis felelősségtudat is, nem olyan, mint a kisállat, hogyha nem etetem, akkor sajnos. Igen, és ebből nyilván többet fog tanulni, mint hogyha elolvassa a munkafüzetben, kitölti, lerajzolja, hiszen ez is nagyon fontos, de a gyakorlati tapasztalat, én úgy gondolom, hogy mindennek a koronája lehet. Meg esetleg majd utána még el is fogyaszthatják az óvodákba, hogyha tényleg nem koktél paradicsomot termesztenek, hanem... Igen, ez egy örök kérdés egyébként, amikor egy óvodába eljutunk, akkor mindig meg szoktuk kérdezni, hogy és hogyan történik a fogyasztása. És akkor az óvónéniknek erre fantasztikus kis praktikái és módszerei vannak. Minden nap elfogyaszt valaki egy retket, vagy fölvágják, és akkor egy kis csoport eszi meg azt a paradicsomot, és a gyerekek ezt nagyon szigorúan szeretik egyébként? Igen, nagyon szeretik, és számon is tartják, hogy ki következik, nehogy valaki többet vagy kevesebbet kapjon. Tehát a gyerekeknek az igazság érzete, és úgy egyáltalán a hozzávaló hozzáállásuk egy tényleg egy fantasztikusan aranyos, és sokszor követendő példa persze. Ki volt a legidősebb versenyző? A legidősebb versenyzőt Karcag tudhatja magáénak, a 95. évében élő Mátyos Imre bácsi a Vasút utca 75 szám alól, akinek egy példaértékű, gyom nélküli, gyönyörűen saját maga keze által gondozott kertjét szemlélhettük meg. És hát Imre bácsival beszélgetve bizony nagyon sok élettapasztalatot tanulhattunk, és
és sok olyan értékrendbeli mozdanatot mondottál nekünk, amit én úgy gondolom, hogy nagyon sok mindenki megszívelhetne és követhetne. A zsűri kétszer szemlézett itt legalábbis Karcagon az idén. Nehéz feladat volt ez, ugye többen voltak a zsűriben, össze kellett egyeztetni az időt a zsűri közt is, akkor a kerttulajdonosokkal is. Hogyan zajlott egy-egy ilyen szemlézés? Igazság szerint a zsűrizés nehézségét megint ismételten csak az időjárás okozta, hiszen a kertgazdákkal egyeztetni nagyon könnyű volt, hiszen ők nagyon sokat tartózkodnak a kertben, nagyon készségesek, nagyon várnak bennünket, szívesen látnak minket, és ezzel az egyeztetéssel abszolút semmi gond nem volt. Hát a mi időnket is azért sikerült úgy beiktatni, illetve erre ráfordítani, hogy azzal ne legyen probléma, tehát a mi időnkkel sem volt különösebben probléma és gond. Az időjárás meghatározó volt, hiszen júliusban szerettünk volna kertet bejárni, de ez augusztus végére tolódott a nagy szárazság miatt, és a nehézséget a kérdések sem jelentették, amit nekünk ugye hivatalból azért föl kellett volna, vagy illetve föl kellett tennünk a kertgazdáknak, hiszen mindenki nagyon szívesen válaszolt ezekre, és egy-két kérdés után teljesen megnyíltak, és nagyon szívesen meséltek és beszéltek a kertjükről, és igazság szerint egy kertbejárás egy öröm. Amikor kinyílik egy kertkapu, és úgy kitárul előttünk az a varázslatos világ, amit egy kert rejt, és a kertgazda elkezd beszélni lelkesen a kertjéről, és akkor előjönnek a titkok, fortélyok, praktikák. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan csodálatos érzés, hogy azt szoktam kívánni, hogyha előadást tartok valahol, hogy ezt mindenki élje meg és tapasztalja meg, mert ezt szavakban nem lehet elmondani. Ott kell lenni egy kertben, ott kell állni a kapu előtt, hogy az kinyíljon, a kertgazda elénk jöjjön, fogadjon bennünket, és elkezdődjön az a fantasztikus kapcsolat, kontaktus, kommunikáció, ami ilyenkor meg szokott történni, és mindenki olyan fantasztikus ismeretanyaggal gazdagodik, és élményekkel, és értékekkel lesz gazdagabb. Úgy gondolom, hogy ez időt, fáradtságot, mindent megér. Megosztják a szupertitkaikat a gazdák? Igen, megosztják, és kísérleteznek is, és szívesen megosztják, és már alakulnak is ki ilyen kis barátságok, már telefonálnak egymásnak, már növényeket, palántákat, magokat cserélnek. Tehát úgy gondolom, hogy a közösség fejlesztő szerepe már teljesen megmutatkozott a programnak, ugyanúgy, mint ahogy a generációk közötti híd szerepe is, hiszen, ahogyan már ez előbb is elhangzott, meg is jelentek a picik. És a legfiatalabb jelentkezőnk, muszáj megelmítenem, Bagról egy 4 éves. Úristen. Kertművelő, komoly kertművelő, igen. És a gyerekek, én azt tapasztaltam, hogy ragaszkodnak is ahhoz, hogy önálló munkájuk, önálló feladatuk legyen. Tehát nem elégíti őket az, hogy a nagypapa, apuka, anyuka, a nagymama kezét fogják és mennek, és közreműködnek, hanem szeretnek egy önálló kis cikket megkapni a kertből, hogy azt ők gondozzák, vagy ha nem is egy kertrész, de bizonyos feladatokat csak ők lássanak el. Példa erre a karcegi Beregszászi Flóra, akinek gyönyörű kertje volt, és az ifjú Pető Zsolt is, aki első díjat nyert, és úgy gondolom, hogy jövőre országos díjra méltán várományos is lehet. Mit mondanak egyébként a kerttulajdonosok, ahogy így a szemlézések alkalmával beszélgetnek velük? Hobbi, életforma, fontos a biogazdálkodása, tehát az, hogy nem a boltból veszem a permetezett, ki tudja honnan származó gyümölcsöt, zöldséget. Miért csinálják igazából? Ez így mind csokorba kötve. Tehát aki dolgozik, annak nyilván hobbi, és nagyon jól esik neki egy fárasztó nap után végigmenni a kertjén, és ha akár csak 5-10 percet, vagy 5-10 szágyomot kihúzva is, de egy kicsit oldani a napi feszültséget. Aki nyugdíjas és jobban ráér, annak pedig életformává vált, nem tud a kertje nélkül meglenni, a kertben kezdi, és a kertben fejezi be a napot. Nagyon okos időbeosztással élnek az emberek, sokat tanulhatunk tőlük, és a kertművelésben elsődleges szempontjuk, hogy egészséges élelmiszert, zöldséget, gyümölcsöt termesztenek, biopraktikákkal, biomódszerekkel dolgoznak, és ezért mindent megtesznek. Van olyan kert, Martfűn találkoztam ilyen kerttel, ahol fürkész darázs fészkeket vásároltak, és azokat telepítették be a kertbe, hogy a biológiai védelmet ellássák.
Az én kerteseim mindenre készek azért, hogy ne kelljen növényvédőszert használni, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nemes igyekezet, viszont olyan visszajelzéseket is kaptam az ország különböző területeiről, hogy azért ismeretek hiányában szenvednek, azért kellene nekik egy ilyen egyszárra fölfűzött segítség, amit mind a zöldségek, mind a gyümölcsök terén igénybe tudnak venni. Vannak ilyen kiadványok, nem mindenkihez jutnak el, internet közelében sem tud mindenki lenni, úgyhogy én úgy gondolom, ezen a téren feladatunk van. Kell egy összefogott képzést, tájékoztatást biztosítani az embereknek, hogy ha már erre természetes módon igényük van, akkor ezt valóra is tudják váltani, és tényleg a biomódszerek jegyében tudjanak kertészkedni. Lezárult az országos verseny is. Hol történt ennek az eredményhirdetése? Milyen körülmények között? Meséljen nekünk arról a napról, rendezvényről. Hát ez egy csodálatos és gyönyörű nap volt. Igen, lezárult szeptember 6-áig minden településnek, ahol a legszebb konyhakertek versenyt folytatták, meg kellett adni a jelölést az országos díjazásra, kiket neveznek Magyarország legszebb konyhakertje díjra. Ez meg is történt, nem minden település tett jelölést, ami nem jelenti azt, hogy ott nem voltak nagyon szép kertek, sőt, inkább én úgy gondolom, megtekintve az országos felhozatalt, hogy talán szigorúak is voltak egy picit a helyi zsűritagok, hiszen amikor az országos jelölteket megnéztük, egyetlen egyszer sem fogalmazódott meg bennünk olyan gondolat, hogy na ezt a kertet vajon miért is jelölték országos díjra, hiszen ez nem idevaló. Mindegyik odavaló volt, tehát én úgy gondolom, hogy ezt nagyon korrektül elvégezték a zsűrik. Tehát ahogyan említettem, szeptember 6-áig ez megtörtént, illetve szeptember 5-éig ez megtörtént, és szeptember 6-án összeült az országos zsűri, és megnézte a beérkezett anyagokat. A 60 településből 35 település jelölt országos díjra kerteket, a 939 nevezésből 67 nevezés történt, jelölés történt Magyarország legszebb konyhakertje díjra, tehát nekünk 67 kert anyagát kellett megnéznünk. Hát ez maga volt a csoda, hiszen gyönyörűbbnél gyönyörűbb kerteket láttunk, és én ebből következtettem az előbb említettekre, hogy biztosan van még a településeken olyan nem nevezett kert, ami méltán lehetett volna ott az országos jelöltek között. És ebből kellett kiválasztanunk minden kategóriában a legszebb kertet. Na de egyet nem lehetett kiválasztani, hanem többet választottunk ki, összesen 24-et. És még így is nagyon szigorúak voltunk. Tehát én úgy gondolom, hogy rotáció lesz, hogy aki most ebben az évben kapott országos díjat, az jövőre majd átadja a helyét annak, aki most nem kaphatott azért, mert annyira sokszor nem is lehetett rangsort állítani közöttük, annyira egy szinten voltak ezek a kertek, nagyon jól, szakszerűen gondozott, látszott a lelkiismeretes munkájuk, és hát van, aki hétoldalas, kézzel írott, úgymond útmutatást és ismertetést adott a kertjéhez. Én úgy gondolom, hogy ezek a legértékesebb anyagok, amik visszakerültek hozzám. Az Omékon volt ez az eredmény. Így van, és miután megszületett az eredmény, dr. Fazekas Sándor miniszter úr jelenlétében és értékelésével, és a díjakat is ő adta át velem együtt, ez az Omék záró rendezvényén szeptember 22-én vasárnap került sor rá. Sajnos a hely és az idő hiányában nem tudtam minden országos nevezettet vendégül látni, vagy legalábbis biztosítani számára, hogy ott legyen. Ezen a díját adó ünnepségen csak azok vehettek részt, akik a díjat átvették, akik díjazottak voltak. Ott is eléggé szűk körben, tehát ott hozzátartozó sem jöhetett sok, hiszen azért a hely, az időkeret behatárolta ezt. Éppen ezért, hogy ezt oldjam, október 29-én, és ez tegnap dőlt el ez a dátum és ez a pontosítás, október 29-én a Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác termében délelőtt 10 órakor fogunk egy évértékelő összejövetelt tartani, ahová már minden polgármestert meg tudok hívni, minden koordinátort el tudok hívni, és természetesen minden
országos díjra jelölt, és országos díjban részesült kertművelő gazdát is vendégül tudunk látni. Ott mindenkinek meg tudom köszönni a munkáját, tudunk eszmecserét folytatni, értékelést tenni, és én nagyon várom azt, hogy egyre többen, illetve minél többen, akiknek volt lehetőségük szeptember 22-én jelen lenni ezen a eredményhirdetésen, ott tudnak lenni, és méltán meg tudom köszönni a munkájukat. El is hozta nekünk ezt az országos díjat. Ez egy nagyon szép, nekem legalábbis nagyon tetszik én ez a díj. Én erre nagyon büszke vagyok, mert én úgy gondolom, hogy a mi díjunk volt, a Karcag díja volt a legszebb. Györfi Sándor szobrászművészünk, aki Munkácsi Mennyánszki, és még sorolhatnám hányféle díjban részesülő Magyarország érdemes szobrászművésze, ezt a díjat készítette számunkra. Mit ábrázol egyébként? Igen, ezt a díjat szigorúan szobrászművész úr ajánlása és instrukciói alapján így kell átadni, és így kell elsősorban tekinteni, és ezt követően lehet megfordítani, és lehet látni a belső feliratot. Ez tulajdonképpen a konyhakert kultúrának a szimbólumait tartalmazza, és a felirat pedig Magyarország legszebb konyhakertje. Nagyon szép. Ez egy bronz alapon, illetve zöld márvány alapon lévő bronz kis pasztika, ezt kapták a kertgazdák. Ahogyan nekem beszámoltak, hazamentek, megnézték, kitették és simogatták, és nagyon sokan meg is könnyezték. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon méltó ajándék mindenki számára, hiszen ez bármikor meg tudja nézni, és erre büszke lehet. A lovasnapokra jöttek testvérvárosi delegációk is, és a szombati napon egy együttműködési megállapodás aláírására is sor került. Mi volt ez pontosan? Így van, hát ez tulajdonképpen a 2012-2013-as évemnek az egyik gyümölcse, és én erre nagyon büszke vagyok, hiszen már 2012-ben beszéltünk arról, amikor a lengyel delegációval értekeztünk, illetve bemutattam ezt a programot, és értekeztünk erről, szóba került, hogy talán ők is szeretnének ehhez csatlakozni, hiszen Lengyelországban is azért a kertművelésnek hagyománya, kultúrája van. Bár másmilyen módszerek és keretek között történik ez, de őket érdekelt ez a lehetőség, és ez most, amikor kint voltam Krasznohorzsánszki testvérvárosunkban, realizálódott, és megbeszéltük a részleteket. Már korábban megtörtént a lengyelországi adaptáció, hiszen Marisa, mi kiváló lengyel tolmácsunk lefordította az egész programot, és be tudta mutatni számukra. Átolvasták, és az előbb említett találkozás során véglegesítettük azt, hogy ők szeretnének ehhez csatlakozni. Megtörtént a város, illetve a járás vezetőivel a megegyezés, megbeszélés, pontosítás, véglegesítés, és ennek gyümölcseként történt meg a szándéknyilatkozat aláírása, miszerint 2014-ben Karcagváros Krasznohorzsánszki lengyel testvérvárosa meghirdeti ezt a versenyt. Gratulálunk! Köszönöm szépen, és ez nem fog itt remélhetőleg ennyiben megállni. Beszéltünk már arról, hogy ők lesznek azok Lengyelországban, akik majd 2015-ben elindítják ezt az országos lengyelországi versenyt. Hát kíváncsiak vagyunk az ottani eredményekre. A jövőre vonatkozóan milyen tervei, elképzelései vannak? A programmal 2000... kapcsolatban kell-e változtatni valamit, vagy szeretne változtatni? Igazság szerint nagyon sok mindent nem kell változtatni, hiszen azok az elvárások, amiket most előtérbe helyeztünk, hogy lehetőleg biomódszerrel dolgozzanak, lehetőleg komposztáljanak, és lehetőleg csapadékvízzel locsoljanak, ez igazság szerint mindenhol teljesült. Nagyon sok statisztikai adat futott be hozzám, ezeknek az értékelése folyamatos, és bevallom őszintén, nem gondoltam volna, hogy ennek a versenynek ekkora hozadéka van. Mert az egy dolog, hogy van program és versenyzünk, de ennek a versenynek tényleg akkor van értelme, hogyha olyan eredményeket is magáénak tudhat, illetve olyan eredményeket indukál, ami később előre lépést jelent számunkra, illetve a meglévő eredményekből tovább tudunk lépni, és új eredményeket tudunk majd kovácsolni. Nagyon-nagyon fontos információk és adatok kerültek a birtokomba, hányan permeteznek, hányan vezetnek permetezési naplót. Nagyon jók a tapasztalatok. Ahogyan már említettem, szinte mindenki biomódszerrel dolgozik.
Ha valahol nem komposztálnak, akkor azért nem teszik ezt, mert az apró jószágok megeszik. És ez is egy jó dolog, hiszen ez azt mutatja, hogy akkor a ház körüli jószágok száma is nő, és nem pedig csökken, ahogyan tette ezt az elmúlt években, évtizedekben. Legtöbben esővizet gyűjtenek, ennek különböző fortéjai vannak, ezeket majd egyszer egy fórumon szeretném elmondani, mert tényleg, ahogyan már említettem, a kerteseim fantáziája egyszerűen kimeríthetetlen. És a biomódszereket tekintve pedig fantasztikus hígítmányok, úgymond löttyök születtek, mindent kitalálnak, és különböző növénypárosítások, illetve növénytársítások, fajtatársítások is szóba kerültek. Nem biztos, hogy mindegyiket ismeri a szakma. Én úgy gondolom, hogy ezeket célszerű egy nagy csokorba összeszedni, és egy picit rendet is tenni közöttük. Ez megint egy nagyon komoly hozadéka a programnak, a versenynek, illetve nagyon sok kis településről fajta honos, tájhonos fajtákról kaptunk bejelentést, aminek szintén utána kell majd járni. Elképzelhető, hogy őshonos, tájhonos fajtáknak a felszínek kerüléséről is szó lehet. Tehát nagyon-nagyon sok hozadéka volt ennek az idei versenynek, és éppen ezért nagyon sok tervünk van a jövőre nézve. Nem szeretnénk túlságosan több paramétert a díjazás, illetve a zsűrizésbe bevonni. Ugye volt a biomódszer, permetezés, komposztálás és a csapadékvízzel való locsolás. Szeretnénk, hogyha a permetezési napló vezetését komolyabban vennék, ott voltak némi hiányosságok, illetve az öntözéssel és a komposztálással kapcsolatosan szeretnénk tanácsokat adni az embereknek, a kertgazdáknak, és más paramétert nem szeretnénk a zsűrizésbe bevonni, viszont elhatároztam, hogy minden évben lesz egy olyan vonal, ami kiemelt szerepet fog betölteni a versenyprogram során. Az a téma lesz a fókuszba állítva, de hogy ez mi, azt most nem árulom el. De ez ennek a hozadéka, a visszajelzéseknek az eredménye, ez az új vonal is, és ezt minden évben szeretném majd megtenni. Már jövőre is megvan egyébként, tehát annyi visszajelzésem van szerencsére, nagyon jól dolgoztak a koordinátoraim. Nem mindenhol, de ahol jól dolgoztak, onnan rengeteg információ visszajött, és ezekből lehet építkezni. És már legalább egy 5 éves tervem megvan, úgyhogy talán úgy gondolom, hogy mindenki észrevételeit sikerül egy idő után fókuszba állítani, és akkor mindenki megkaphatja a központi szerepet ebben az országos programban. Tehát visszatérve az eredeti kérdésre, november 15-én tervezünk egy olyan évértékelő konferenciát, ahová minden nevezőt, minden településvezetőt szeretnénk várni a szakmával egyben. Ez hol lesz várható? Ez Karcagon lesz, és itt fogom megkérdetni 2014-re a programot, de ugyanez meg fog történni a Dunántúron és Baracsonytördemicen lesz november 22-én, és hagyományosan november 29-én Jászapátin lesz. Bízom abban, hogy több jászsági és több hajdúsági település fog csatlakozni ebben az évben ehhez a kezdeményezéshez, hiszen 2013-ban kicsit mostohák voltak hozzánk. Szeretném, hogyha több jászsági, hajdúsági település benne lenne ebbe a programban. És terveim között szerepel az, hogy minél több települést, akik szerepeltek ebben a versenyben és lefolytatták, ellátogassak, hiszen most derült ki számomra, hogy mennyire fontos a személyes kontaktus, mennyire fontos az, hogy én ott, mint ötletgazda, mint az országos program koordinátora megjelenjek. Az embereknek ez fontos, és számítanak rá, és megtiszteltetésnek veszik, és nekem is egy megtiszteltetés közéjük, hozzájuk elmenni. Több helyszínre eljutottam, voltam Budakeszin, Biatorbágyon, Nyírmadán, Martfűn, Tiszaőrsön, és sajnálatomra nem jutottam el Gutorföldére, ami Zala nyugati csücske, és nem jutottam el Tyúkodra, ami a felső keleti csücsök. Majd a következő 5 éves tervbe belefér. Így van, de én úgy tervezem, hogy mindenhová el kell, hogy jussak, hiszen igénylik az emberek, és igazság szerint én, mint az országos program koordinátora, a helyi koordinátorokkal így sokkal könnyebben tudok együtt dolgozni. És hogy mennyire fontos a koordinátoroknak a szerepe, szeretnék róluk szót ejteni, hiszen általában, amikor médiában nyilatkozom, akkor róluk sosem esik szó, pedig nélkülük a helyi versenyt lefolytatni nem lehet.
Tehát nekem sarkalatos kérdés az, és alfája, omegája az egésznek, hogy minden településen egy olyan koordinátort találjak, vagy legyen szerencsém, vagy Jóisten által egy olyan koordinátort megkapni, hogy legyen ideje, jó zsűrit tudjon szervezni maga köré, és meg tudja nyerni az ottani embereket, hogy merjék benevezni a kertjüket ebbe a versenybe. És lelkismeretesen végezze a munkáját, küldje nekem a jelentést, és minél több információt biztosítson a számomra, amit én ezekből tudok dolgozni, ezekből tudok a jövő évekre nézve építkezni. Szerencsére elmondható, hiszen 35 település jelen nevezett az országos díjra, több mint a fele ilyen, és akik nem neveztek is, nagyon sokan visszaküldték az ominózus második jelentést, amiben közölték ugyan, hogy most nem jelölnek országos versenyre, de. És egy, másfél, két, sokszor négy-öt oldalas leírást adtak arról, hogy mit tapasztaltak a 2013-as verseny során. És mindenkitől azt a visszajelzést kaptam, hogy érdemes csinálni, fantasztikus kertet látogatni, nem is gondolták volna, hogy ekkora örömet jelent, és várják a következő évi meghirdetést, és ők mindenképpen szeretnének benne lenni. Olyan Nagykanizsán is voltam. Olyan nagykanizsai képviselő ült mellettem, aki zsűritag volt, és közölte velem, hogy neki még eddig nem volt konyhakertje. Most nagyon sok konyhakertet megnézett, hallotta az előadásomat, kertesek között volt, hát neki jövőre konyhakertje lesz. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezek a jó eredmények, és ezért érdemes dolgozni, illetve azért, amikor megjelenik az eredményhirdetésen egy icipici kis emberke, alig nőtt ki a földből, sokszor egy dísznövény, vagy egy konyhakerti növény nagyobb, mint ő, és ott van is gondozza a kertjét, és kijön a díjáért, és elveszi a munkája gyümölcsét, én úgy gondolom, hogy ezért érdemes dolgozni. Mi is nagyon várjuk már a jövő évi programot, és az annak meghirdetését. Nem irigylem, jó munkát kívánunk a következő hetekre, hónapokra, évekre. Nagyon szépen köszönöm. És várjuk majd vissza egy újabb beszámolóra. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket.